Háborús infláció 2020. Kérdésekkel provokál a riportár. Jakab Péterre bívben válaszol Majkána? Üzenünk az irigyeinknek. azért most lesznek lazább dolgok, ez egy komolyabb hét volt szerintem, sokkal politika, sokkal, ne haragudj, ezt miért raktad be így? Ja, Jakab Péter ebben a posztban válaszol a Majkának. Ja, te tényleg lehet, hogy droppolni fog valamit. Hát én nem adnám. Kedves Majka, én a Jobbiktól kiléptem, amint világossá vált, és hogy ez ezt így, direkt egy ordibája, ott van igen. az ikon. Nézze. Kedves Majka! Így mondja. Kedves Majka, én a Jobbiktól kiléptem, amikor világossá vált, hogy ez a párt összejátszik a Fideszet. Nem akkor, amikor lebőgtél, mint a büdös kurva élet, és rájöttél, hogy a párt a hónod alatt el tudsz még menekülni. Te viszont még mindig a tv 2 tudod, és ezzel ha akarod, ha nem. És amikor világos se vált, hogy azt a dk ban az nem be volt. <gül> <gül> ja, még nem, akkor azt még ő kötötte, jó van. Igen. A Fidesz hazug propagandáját népszerűsíted. Mészáros pénzén? Akkor a mi pénzünkön nem, Jakab? Tudod, ez, a pénz, ez az a pénz, amiről nem egy város beszél, hanem egy ország. Mert ez a pénz nem az övé, hanem az országé. Most mégis Mészáros költi. Rád is. Szóval én azt hiszem példát mutattam. Mert az amúgy, biztos, csak ez rosszat. Nem. Ott hagytam a Jobbikot, hogy egy jobb Magyarországot építhessek azokkal, akiknek valóban elegük van a rendszerben, és nem csak énekelnek róla, most te jössz, mert a dalod tényleg jó, I -i -i, véleményes, de amíg te is a rendszert szolgálod valójában, ez a dal sem több, mint színházatban díszlet. Hashtag válasz, Majka. Amúgy az a bajom, ezzel a jakapéterrel rájöttem, hogy amit említettem, hogy influencereknél is ez egy csomószor a bajom velük, hogy egyszerűen úgy érzem, hogy semmi öniróniája, semmi, nincs humora. Nem lehetett volna valami vicceset, vagy csak röhögni ezen? Hogy lehet, hogy ezen megsértődik, ezen a rohadt számon? A parizeres részen sértődött meg, nem azon, hogy izé azt mondta, hogy hazug, meg ilyenek. De ő próbált vicces lenni, fogott egy kutyát, azzal az övéből ott azt a kutyát, miközben a kamera előtt ült, szegény menekült volna. És folytathatják a politikát. Na, mit beszélnek még a városban? <laughs> az beszéljük a városban, hogy végre feloldották a titkosítást, az a dolog, ami senkit se érdekel. akarod már innen Jobban érdekelt volna az ügynök akta, de hát nekünk most ez jutott, nem baj. Ezt, ezt egy hét alatt feloldották ezt a dolgot. Nagyon érdeke volt a népnek, hogy ezt feloldják, hogy egy bukott összefogás az hogyan is miként kapott pénzt. Ez annyira fontos volt, hogy az ügynök most még tíz évre hátrébb sorolták emiatt. De én ezt elolvastam amúgy, és a Márkizai Péter már tartott egy sajtótájékoztatót arról, hogy miket vállaltak a támogatásért cserébe, amit amúgy elolvashatnánk, de ugyanazt, amit amúgy a kampányban is mondtak, hogy a, a csatlakozni az európai Ügyészség, ez meg ilyenek. A Kocsis Mátét meghívtam most a Márkizai Péter egy ilyen nyilvános beszélgetés, és hogy bármi egyéb kérdése maradtak akkor azt fel tudja tenni. Kétlem, hogy el fog menni. De igazából most végigolvastam, hogy itt mi derült ki ebből a dologból, és nekem sajnos nem, egy kicsit zavaros, hogy értem, jöttek pénzek, az benne van, hogy hogyan és miként jött pénz, de így semmi olyan nem volt benne, amit nem tettek már nyilvánossá a Márkiszai Péterék. És nekem az a legfurcsább, hogy a Kocsis Máté itt, nyilvánosságra hozta, és lehet, hogy elkezdte volna, hogy nézzétek, ez milyen gáz, azt mondta, hogy az ördög a részletekben rejlik. Így ennyivel letudta. Az, hogy melyik részletre gondol, hogy mi, kéne most hőbörögnünk annyira, ezt nem tudtam megjelölni, gondolt, hogy ennyi elég lesz elhinteni ezt a dolgot, aztán majd mindenki. De várjál, mondja tovább, hogy dollár bal oldal, a választások előtt elhallgatta a külföldi pénzt, sőt, később még azt is tagadták, hogy külföldi finanszírozókkal lennének kapcsolatban, miután kiderült, hogy mégis öt pénz külföldről, letagadták a felét. Ha csak a választáson induló baloldali pártok számára juttatott külföldi finanszírozás összegét nézzük, az is nagyjából a négyszerese annak, amit a magyar költségvetés biztosít a pártok kampány kiadás. Adásaira. Önmagában ez a tény súlyosan sérti az ország szuverenitását. Ugye mondtad, hogy nagyon durva dolgok vannak benne, nyilvánosságra kell hozni, de ezt a szövet, Közösen ugyanezt mondta előtte is. Szóval most nyilvánosságra hozták a dolgokat, és nem volt benne új dolog. Az a baj ezzel egy kicsit szerintem. Megvan, hogy a pártok mennyit költhetnek egy kampányra. Megvan. Mennyit kapnak az államtól. Igen, és a, az, az a Fidesznél is ott van, hogy akkor ennyit költhetnének. Csak nehéz akkor versenyezni ezzel az egésszel, hogyha a Fidesz hivatalosan ennyit költhet, gyakorlatilag meg az állam ezer más módon is tudja hirdetni magát. Például azzal, hogy ez a magyar állam akarja ezt kommunikálni és akkor kirakják a Orbán viktor hogy egy pulcsiban áll, és hogy a legfontosabb a béke, ami nem biztos, hogy ez a kampánypénzből megy, hanem ez a... Magyarország kormánya, az mondom. Igen, a Magyarország kormánya. És akkor ez nem, nem a Fidesz kampánypénz. Ez Magyarország kormánya, mondta. Igen, meg a, tehát ott van az egész közmédia, ami most már évi ilyen 120 milliárd forint, ott van az összes ilyen megafon, meg nem tudom, azok, amúgy szerintem az valószínűleg elenyésző ahhoz képest. Pénzben mennyiket költöttek rá, ilyen százmilliókat költöttek. Nem, a... milliárdok. Azt hiszem, már a legutóbb, már két milliárd támogatás kapott ez a független civil szervezet a Fidesztől. Két vagy milliárd kormány... forintot. Igen. Hú. Most volt a Partizánon egy ilyen hosszabb videó erről, amiben ezt kicsit utána mentek a dolgoknak. Azt érdemes meghallgatni, akit érdekel annak a háttere. Na, haragudjatok, Telex videó volt. keverem ezeket a liberális médiákat. Itt van. Az Orbánizmus kedvenc kádere felemelkedése. Ez a videó. Jó, szóval... Kocsis Máti elfelejtette elmondani, hogy mi az a részlet, amiben az ördög rejlik. Mármilyen... Mindenki fejtse meg magának, dollárval kész. Szóval Kocsis Mátézt nagyon be, bepromózt ezt a nagy leleplezést, aztán így nem szólt akkor át. Még, még nem fejtette ki, maradjunk ennyiben. De hát, hogy ő tud valamit, amit még, még nem hozott ki. Mert hát figyelj, majd... örülök, hogy, hogyha bármilyen gyanús dolog van, akár finanszírozás ügyileg, akár hogy hogyan folynak a pénzek, akkor ilyenkor a nemzetbiztonság az minden erőt bevetve megvizsgálja ezeket a dolgokat. Ez nagyon fontos, amit igen. Úgyhogy tök jó lenne, hogyha ez mondjuk Szerintem, hogy ez is fontos, de hát ez már egy kampánypénz, ami e, már nincs kész. Lebőgtek vele, nem sikerült, de azóta is lapátolják ide-oda, amoda a milliárdokat. Tök jó lenne azt is egy kicsit komolyabban venni a Nemzeti Információs Központ is akár. Na jó, hát majd meglátjuk ha már telex, akkor megjelölhetjük a hét egyik legjobb videójának. magyar magyarázkodások vannak benne, amik azért viccesek, Amúgy a politikusok. Nagyon, nagyon, mókás ez a telex videó, mindenkinek ajánlom. Hogy emlékszik ön, hogy megszavazta Magyarország a szankciókat? Magyarország? Mi ezt a, mi a miniszterelnök. Köszönöm szépen. Ezt az embert valaki Megválasztotta. És most Miután? ott van a parlament. Ti vagytok azok. Kösz. Hogy lehet ezt megmagyarázni, hogy nem szavaztuk meg, miközben megszavaztuk? Ez, hogy amiket javasoltak szankciókat, azokat úgy abban a formájában nem szavaztuk meg, és aztán ahogy átalakították, úgy már megszavaztuk. Ezt akarja mondani a vitya, Aha. csak az a gond, hogy az, az, a, az a retorika, hogy azt mondod, hogy a szankciókat nem szavaztuk meg, és azok megölnek minket, és utána megszavazod, ez... Mindenképp kurva hülyén néz ki. De közben meg azt is mondod, hogy kiharcoltuk, hogy olyanok legyenek a szankciók, amik jók. De közben mégis a szankciók a hibásak. Szóval nagyon sok egymásnak ellenmondó dolog így ütközik, hogy. Tehát Orbán Viktor akkor kiharcolta az, hogy jobb legyen? Igen. Akkor miért van minden a szankciókra fogva? Mert a szankciókra rosszak. De hát az Orbán kivá... Nem tudom, ez egy örök klubba bele lehet keveredni. Olyan. De hát nézzük. Ön hogy ha tudja megszavazta Orbán a Viktor a szankciókat? Nem tudom. Én itt... nem Ja. Nem hát, ő, hát ő, mit keres Csak mi egy mi kerül az, az utcán. Mi köze van ehhez? <laughs> ő csak nem azért fizeték. bement a Mindig ilyen az, izéne, az, 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 a, Jóska az illetékes. <laughs> Én nem tudom, másítom hol vagyok. Mi, <laughs> mi a szankció? Háborúban nem is tudtam. Mindaz, ami ránk néz rossz, az a miniszterelnök elutasította, azt nem szavazta meg. Hát akkor meg mi baj van? Most mondta, hogy mindent elutasítottunk, ami ránk nézve rossz. Honnan az infláció? Akkor mi van az infláció? Hát nem, a, nem amiatt van? Én ezt nem tudom. Nagyon érdekes. Hanem annak egy olyan formáját szavazott meg, amely minket sok mindentől mentesít. Ön is tudja. Hát feltételek feltételekkel, de megszavazta. E, ne hogy... Még egy ember, aki ezt követi a politikát nap mint nap, hát ő is egy kicsit bele tud ebbe azért havarodni. Most hogy van ez? Mint van, van Nem csoda, ez? hogy az, ahogy az átlag magyar polgár nem teljesen. Én érti, ugyan. hogy most akkor a rosszak a szankciók? Nem jók? Nem, nem tudom. Az, hogy olcsóbban kapjuk a gázt, vagy drágában, erről is megosztanak a vélemények. Ezt tisztában lehetne tenni, hogyha feloldanánk a titkosítást, ugye? De hát nem minden lehet feloldani a titkosítást, csak a fontos dolgokon. Csak a dollár baloldal felé. Az, hogy az EU-ban magasabb vagy alacsonyabb az infláció, a kormánypártiak 9% azt mondja, hogy sokkal alacsonyabb. Az EU-ban. Tehát 9% tudja a valóságot. 23 szerint valamennyivel. De... Egyharmad az, aki azt gondolja, hogy alacsonyabb, egyharmad szerint kb. ugyanannyi, és egyharmad szerint pedig jobban élünk, mint... Legalábbis azt nem mondtak jobban, de az infláció. Kinek mit intézett a kormánya? Láthatjuk, hogy a kormánypártiaknak azért túlnyomó része úgy gondolja, hogy jól kezeli a háborút és a gazdasági válságot a kormány, de azért van egy harmad, aki... Tehát 10 alatt van, aki azt mondja, hogy rosszul, de az összes megkérdezett embernél már 28, 12, 40 azt gondolja, hogy nem kezeli jól. De ez akkor mit jelent, hogy hány százalék a Fideszes az összes megkérdezettből? Hát ez hogy jön ez ki? Hogyha az ország fel fideszes, és azt mondja, hogy nagyon jól kezeljük, akkor hogy? a fideszes sokkal. Ja, bocsánat. Itt van, hogy hol, mekkora az infláció, és hát azért az Unió az... Egy picit csalókat a térkép, mert azért a szlovákok majdnem 15 kal zöldek, mikor a csehek meg 15,1-el már sárgában vannak, de azt lehet látni, hogy a, hát a kelet-európai országok... Itt van oldalt, hogy melyik százalék milyen mi Lehet látni, hogy a kelet-európai országokat azért jobban megcsapja az infláció, és azok között is kiemelkedik azért Magyarország. Mert a balti államoknak is hasonlóan szara helyzete, csak az az érdekes, hogy a balti államok már elindultak lefelé mi pedig még mindig fölfelé megyünk. Tehát ez csak azért lenne érdekes, és majd ö, valaki úgy is ki fogja emelni a kommentekbe, hogy az, ahogy az oroszoknál kisebb az infláció, úgyhogy a, ezzel csak magunkat tesszük akkor tönkre, de ezek a szankciók, ezek nem feltétlenül kizárólag ugye arra mennének, hogy az oroszország gazdaságát tönkre tegyék, hanem a, hogy a hadseregnek a potenciálját csökkentsék. Csalók ez a 12,6% alapból, mert nyilván itt most egy csomó dologtól el vannak zárva, és nem lehet rendesen mérni sem az inflációt, és valamennyire... A saját gázáraikat, azokat nyilván lenyomják, meg a kőolajáraikat. A rubel amúgy nem változott most már, nem tudom, március vagy április óta nem változott a rubel árfolyama. Voltak ilyen hírek, hogy senki sem fizet rubellel már Oroszországban, én ezt nem hiszem, hogy ez, ez, tényleg így lenne. De az a lényeg, hogy mesterségesen úgy, úgy bár tudnánk erről valamit, Ádám. Az a lényeg, hogy csalók az a 12,6%. Amúgy durva svájci százalék. Most mosdatjuk ki a, szét a szankciókat. a Lemaradó nyugat az itt bandukon, nézd, alig van százalékuk. Azt a Fidesz nagyon akarja be tudja adni a szavazónak, hogy igazából minél nagyobb a szám, annál jobb. Annyival é. nő az érték a pénzednek. Ezen fogok nevetni. <laughs> Egy világgazdaságon itt, tízes százalékkal. Telexmos, ami lakossági fórumon volt, és ott is így mondták, hogy mit szólnak ahhoz, hogy itt a legnagyobb az infláció, és így kérdezte, hogy biztos az? Mondták, hogy igen, igen. Meg az mondta a végén, hogy, hogy ezek, ezek kik, ezek a, ezek, hát mondták, hogy telexesek, és így. Azok miénk? Szóval a, az euró térségben még egy százalékkal kisebb is a, az infláció, de hogyha lejjebb tekréd, ott lesz a, itt a kis grafikon, nagyon jó. Na, szóval, hát nem, tényleg, nem, a, nem a legrosszabbak vagyunk, hé. Hey. Nem, még, de csak csak harmadikak lettünk. Igen, de nézzünk meg olyan leszakadó országokat, az euró mint az... Horvátország, Szlovákia. Szóval jobban jobban állnak a térségben állunk, ami nagyon érdekes, hogy... Jó, de cserébe. Mitől lehet? Ott már műtik át a gyerekeket. Ugye 2000. 20 és 21 fordulóján elkezdett fölfutni az infláció. 22 elejére már elég magasan volt, és aztán kitört a háború, és amúgy ez már tehát nem lökte nagyon sokkal följebb. Mármint följebb lökte, de utána most úgy néz ki, mintha nem zabolátlanul menne föl. Ahogy a, az energia ára megy föl, azt, azt minden követni fogja, nem tudom, tehát ugye a, a földgáznál. Mi az Istenem, ütrágya gyártáshoz is Igen. földgáz kell, és akkor az az volt az első, amiről ugye elég sokat lehetett hallani, és mindez még ö, tavaly ősszel volt. Úgyhogy látható, hogy, hogy ez a tendencia, ez nem most kezdődött el, én nem mondom, hogy a szankciók nem emelnek inflációt nálunk, mert valószínűleg, de de hogy nem tehát nem az ástoppok a csirkefarhátra tavaly novemberben nem azért jöttek be, mert Brüsszel szankciós politikája annyira visszaütött volna. Amúgy igen, a választásokkor történt borzalmas számadaton osztogatás, ahol ilyen több ezer milliárd forintot kiszórtak a, a, népnek, amit ugye azonnal nyilván ez is költött mindenki, mert mindenki tudja, hogyha bevarja a dunyhába, akkor csak értékét veszi olyankor a pénz, ahogy mindenki más költ, ezért ez várható volt, hogy el fog indulni az infláció. De amúgy ez egy világtrend is volt, és erre nálunk még rásegített ez az osztogatás is. És ez a... Bár, 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 most, rosszul értem, hogy azt sugallod, hogy van a kormánynak közelhez? Te liberál fertő. Én, én azt sugallom. Én hogy... rosszul érzem csak. Én azt mondom, hogy egy nagyjából ezt a térképet nézve... Azt gondolod, hogy egy kormánynak, aki 12 éve teljhatalma a Magyarországon, köze van ahhoz, hogy milyen infláció van itthon? Ezt sugalod nekem most? Hát én, én, nem akartam, hogy ilyen li, libbant kövezés áldozata legyek, de igen. El kell ismerni, hogy van egy világtrend, mint ahogy a, a gazdasági növekedés is nagy részben a világtrendnek köszönhető az elmúlt 10 évben, amikor szépen növekedett a világrend. Szóval van egy ilyen világtrend. Nem azt mondja? Rohadjál az. el. Bár a Torockai biztos elhívott volna beszélgetni. Máté van a férfiak klubjában innen rögtön. Szóval, ahogy a gazdasági növekedés, úgy az infláció is egy jó részben a világszintű folyamatoknak köszönhető, nem pedig az unortodox gazdaságpolitikának, de az rá tud segíteni. Csak érdekes, hogy amikor volt a gazdasági növekedés, szépen lehagyott minket mindenki, a környező országok gazdaságai, amikor pedig a gazdaságnak a csökkenése van, ott pedig mi hagyjuk le őket csökkenésben. Szóval valószínűleg kurva szar a gazdaságpolitikája ennek a kormánynak, csak pont annyira szerencséje van, meg abba viszont ügyes, hogy itt benne a közhangulatot uralja, és akkor amikor azt történik, hogy kiszór egy halom pénzt, azzal meg tudja fogni a választásokra az embereket, hogy kétharmada legyen, mert lehet, hogyha ezt nem szórja ki ezt a sok pénzt, akkor nem lenne két kétharmada. Viszont utána, hát meg már utána a vízözön, már fasz mindegy. Azt megoldjuk akkor, hogy ott vagyunk. És most meg akkor ezt is ugye nem valódi gazdasági intézkedésekkel próbálják megoldani, bár tesznek próbálkozásokat, mert a rendszerben még mindig van annyi tehetetlenség, hogy egyszerűen a benne lévő emberek, akik így próbálnak valamit jót tenni, azok még valamilyen irányba tudják tolni az államot, de látható, hogy a kormányzatnak a kommunikációjában nem ezek vannak az első helyen, hanem az, hogy akkor most ki a hibás, természetesen nem ők, hanem valaki más, és ők meg nem hibáztak 12 év alatt. Nem történt hibás. Ilyen, ami, egyszer, ami hiba ilyen, volt, aztán arról meg nem kell ilyen, beszélni. Igen, ilyen, ilyen ezt Guinness rekord, hogy 12 év alatt nem tudtak hibázni, ez egyszer... Jól mondod, valóban Guinness rekord, mert az bárki vehet magának. <laughs> szóval ilyen FIFA szintű korrupt szervezet. Igen? ilyen liberál fertő dolgokat állítasz, hogy a FIFA korrupt, épp hogy a FIFA harcol az egyenlőségért, és nem szarakodik ilyen előítéletekkel a FIFA, mert a legújabb hírek szerint észak vinnék a világbajnokságot. Csak annyit mondott az Infantino. Jó, ez nyilván egy kicsit a cím az. Ő nem zárkózik el Abban mi baj lehet? Hát Katarban is teljesen rendben van minden. észak korábban biztos rendesen megfizetnék a dolgozókat, biztos mindenkit beengednének, és utána mindenki jól szórakozhatna ott, nem kéne félelemben élnie. Igen azt mondaná, ez, nem, amit szóval akar. fontos, hogy az összes elnyomó rezsimet támogassa a FIFA, aki egy két petákot be tud fizetni. De ez ö, amúgy annak az elnyomó rezsimnek ugye nem két petákjába kerülne, hanem get sok pénzébe, ami nyilván ugye ott északkorában nagyon jól élnek az emberek, úgyhogy neki nincs szükségük arra a pénzre, amit elkurnának erre a BB-re. De most már ideje, hogy beszéljünk egy igazán fontos dologról is. Néztem cikkeket sokkal, a She-Life az gyakorlatilag egy aranyványa, kedvenc címem, de ne is nézed de hagyd olvassam föl neked, hogy mi, mi a feelinged róla. Nem tudott velem lefeküdni, attól félt, hogy összetöri a gyermek testemet. De végre egy dancsó is írt egy vendégcikket a she Life ra de már ez nem jó volt. Viszont nyílt levél az irigyeimhez. Ha fel annyit foglalkoznál magaddal, mint velem, nem itt tartanál címmel. Szerintem az epic lesz. Fú, bazd, én már most, már most őket. Én, mint professzens irigykedő és utálkozó, ismerem ezt a dolgot, de nézzük, hát megfejti nekünk. Irigyeim, de sokan vagytok, mint a kutyák, úgy ugattok. Énekelték többen is az elmúlt években. Pont ugyanezt. többen is. Az irigység nehéz tím, mert hogy egy természetes emberi tulajdonság. De amikor irigykedünk, végig gondoljuk mégis, milyen áron ért el a másik azt, vagy csak a végkifejletre vágyunk. Mondja ezt egy a cikkiről, aki nyilván egy nagyon irigylésre mértó ö, dolog lehet, a shelife ra cikkeket írni a... Gondolom a CBA árufeltöltő barátnőinek, amikor meséli, akkor ők irigykednek Igen, rá, mert nyilván te egy komolyan ezeket a retek cikkekére más, más, egy Facebook postban igényesebb dolgot ír ki, te meg ezért fizetést kapsz az Origótól. De egy kávézóban írogathatja ezeket az agyhalott baromságait, és ez nyilván sokkal jobb, mint amúgy fizikai munkát végezni. Gyerekkorunktól kezdve azt halljuk, hogy ne foglalkozunk az irigyekkel, vagy ha így ismerősebben hangzik, irigy kutya bujai lukba, onnan meg a WC ez, ez komolyan, de írta. Ez a kedvenc, az összes celeb, ezt jegyezte meg csak a gyerekkorából amúgy. Fontos, hogyha valaki valamit nem szeret benned, az csak is irigy lehet. Ez. Na, de várjál, mert itt lehet, hogy tényleg irigységgel Csak aztán, lesz. ahogy csepeledünk, időről időre mindig szembe találjuk magunkat az irigységgel. Amúgy én nem emlékszem, hogy így túlságosan sokszor szembe jött volna velem az iricsked. Szerintem, hogyha olyan szemüvegen keresztül nézed a világot, hogy én geci jó vagyok, úgyhogy bárki, aki negatív az irányomba, az csak irigy lehet, úgy érzed, hogy fajon az iricsek, de így szerintem egy egészséges lélekkel, egészséges önképpel nem nagyon jut eszedbe, hogy irigykednek meg ilyenek, nem? Ezért, Ádám, mert rád még senki nem irigykedett. Hát így van. Az a probléma ezzel, hogy ezt az irigykedést, azt ugye azzal szokták azonosítani, igen, hogyha bármi, bármi, kritikát megfogalmazott bárkiről, akkor ezt nyilván irigységből teszed. De ez meg ugye egy védelmi mechanizmus, ami megakadályozza, hogy szembenézzenek magukkal, amikor Tóth Gabi aranyjal leöntve a fejét, így nézi a tükörbe, és azt kéne magának mondani, hogy Bazen úgy nézek ki, mint egy hülye gyerek. Vagy azt mondani, hogy ez tökéletes, minden jó így, ahogy van, vagy valaki más mond, akkor az irigy. Az irigység szerintem egy zseniális motivációs hajtóerő lehet, ami által még kitartóbb lehetsz. Engem mindig is motivált az, ha valakin azt láttam, hogy a sok munka miatt előrébb jut, legyen az anyagi vagy munkahelyi. Ö, nem értek egyet. Én szerintem az iricség az nem egy zseniális motivációs hajtóerő. Az iricség nem motiválja az embert, hanem az pont arra sarkaira, hogy a másikat lejjebb rugdossa. Ő szerintem a motivációval keveri össze a... a... mint az inspirációval keveri nem össze a... az Az, az hogy valaki példakép, hogy valakire felnézel, az nem iricség, hanem azt mondod, hogy az ez az ember, ez talán jó. Ha barátod, akkor büszke vagy rá, hogy elérte, ha nem ismered azt mondod, hogy de jól csinálta. Ez, ez egy jó példa lehet számomra. Szerintem ez motiválóbb, mint az, hogy. vagyok szerintem az így inkább onnan is jöhet, hogy úgy érzed, hogy neked kellett volna ezt elérni, hogy ne, te jobban megérdemled ezt. Igen, ő látod, ő tényleg ebből a, a celebes irigykedés megfogalmazásból indul ki, hogyha valakire azt mondod, hogy na, ő látod, mint mindent elért? Milyen jó lenne ugyanezt elérni? Ez nem irigység, de ő azt gondolja, hogy ez, a, ez az irítség. De nem, mert az megint más, hogy azt mondod, hogy Micsoda szar? Az lenne az irítség. De akkor ő azt mondja, hogy. Minden irítség. Hmm. Micsoda szar ez a Tóthgabi. Azt majd mondja. én is ilyen szar leszek. Akkor vagy. De nem fogok hazudni, amikor a legjobb barátnőmnek megkérte a kezét a pasja, két év után, még az én drága szerelmem még hét év után sem, piszkosul irigy voltam. Nem azt éreztem, hogy tőle sajnálom a boldogságot, és nem kívántam neki semmi rosszat, csak szívesen lettem volna a helyében. Csak szívesen lenyúzta volna a bört az arcára, így a magáért a ragasztja, és Hát, hogyha hét év után még egy boldog kapcsolatban vagytok, akkor nem mindegy egy gyűrű. Én azt hiszem, ez a kulcs. Érdemes különbséget tenni irigység és irigység között. E, mi igen, a... így ez, amit itt megfogalmazott, hogy ő is szeretne összeházasodni már végre, Aztán. és örül, hogy a barátnője összeházasodott valakivel, de ah, úgy irigyelze. Ez, ez el pozitív. De. lehet pozitív. Lehet hát ártalmatlan, inkább úgy mondom, mert neked negatív lesz az irítség, de Ugyanaz a helyzet, amikor látok egy csinos, dekoratív, vékony anyukát majd magamra nézek, és csak a széles combjaimat látom, pedig nem mondható el, hogy nem teszek azért, hogy jobb legyek. Ahelyett viszont, hogy azt mondanám, de jól néz ki ezen, biztos egy hülye picsa, akinek semmi más dolga sincs, csak edzeni, hogy így nézzen ki. Arra gondolok, hogy milyen jó lenne több időt szárni a sportra. Kihozni magamból a maximumot, bár a hülye picsát lehet halkan elmormolom. Csak a mi tartás véget. Hogy de írta, hogy lehetnék rossz ember, de én jó ember vagyok. De azért elmondom. De azért vagyok. <laughs> Csak a VS tartás véget, mert rossz ember vagyok. <laughs> Figyelj, szerintem, hogyha ott van egy uh, anyuka, aki cím, figyel mondjuk, a kajára hogy... és te meg csak ilyen szart cikeket kell írni, és mellette se tudsz rendesen kinézni. Amúgy tényleg, bazeng. nem a cébiába lapátod a szart egész nap. Akkor legalább fizikai munkát végezni. Az abban, hogy egész nap a izé, kávézóba kell ülnie, egy és abban. enni a Starbucksban a sütiket. A Bazánk, úgy tényleg Aljász, az hát, hogy nehéz. betont keverne. Akkor vékony lenne. Bezek, hogyha az a nő nem figyelne az étkezésére, hanem chipset zabálna, akkor nem lenne hülye picsa csak faszér figyel arra, hogy mit étkezik. Én pont azt mondom, hogy az nézd meg, az anyukaként is megtalálja az időt arra, hogy egészségesen értkezzen a sportoljon, lehet, hogy a is szerencsésebb. Ez inspirál. Nem hülye picső, ez tök jó. Tök jó. Látszik, hogy ez egy, én is ilyen anyuka akarok lenni, nem elhagyni magam. Ez egy jó példa. Ezt szeretném én is. Így kéne tekinteni, nem úgy, hogy hülye picsa. Zabáni tovább, a két cikk meg, megírása közben, a nem tudom, milyen sütiket a Starbucksban. Olvasjuk már tovább, mert lehet, <laughs> hogy most jön a nagy igazság. Szerintem az irítség mindig akkor is ott bukkan fel az életünkben, amikor és ahol elakadtunk. Ez érdekes gondolat. Gondolat, meg gondolat. Most pedig jön a csúf valóság az én elméletemmel szemben, mert a legtöbb ember sajnos nem úgy gondolkodik erről, ahogy én. Szerencsére baznánk. A legtöbb ember sajnos nem marmalja a hülye picsát. Nézzük, hogy az ő irigyei mit, mit, mondanak, mert ugye ez egy nyílt levél az irigyeihez, akik nyilván olvasni fogják ezt. Valószínűleg szerkesztőn kívül senki nem olvasta ezt a cikket. ezt? de csak jó, jó kellene? Mesél még. Hú, Geci, ez egy elviselhetetlen nőle. Kamaszként volt egy kedvenc idézetem, amit a mai nap is sokszor emlegetek. Miért elítélsz, vedd fel a cipőmet, és járd végig az tamat. Ó, oh, az meg bár az így kutya lett volna. Kiráz a hideg ezek a kurva cringe idézetek. Tehát ennél basicabb picsa idézetet nem tudnék mondani, mert tényleg, ha keresnem kellett volna, akkor nem biztos, hogy megtaláltam volna ennyire jó odaillő dolgot. Járd végig az... Fáj a lelkem, geci. Járd végig azt a járd ke kemény utamat, amikor újságíró lettem, jó, nem a háborúról tudósítok, she life cikkeket írok. Geci rosszul érzem magam. Csak ne telefonozz már! Fáj az életettől, az, az a gond, hogy én az már még olvastam a bekezdést. Nos, azt gondolom, így pár hónappal a 30. születésnapom előtt, ugye nem ebben a mondatban minden benne van. A bibi csak az, hogy az embereknek nem kell a cipőd. Rögtön az út végén akarnak lenni és beleülni a tutiba. Faszombeleverem, <laughs> <laughs> milyen tutiba, bazd meg! Hát beleült egy tutiba. Nekem a Trónokharca jut eszembe, amikor ugye Geoffrey mondja, hogy mekkora király, amikor le leteremti a nagyapja, hogy figyelj, akinek Mert állna. Tudjon. Tessék? Nem, nem a Tyrion mondja. Tywin mondja, hogy figyelj, akinek állna az kordiban, hogy mekkora király, az, az, nem király. Ez, hogy a She Life cikket kell írnom az irigyeimről, az kit akarsz meggyőzni? Szerintem leginkább magát akarja meggyőzni. Na nézzük. Erre akkor jöttem rá, amikor vála... <laughs> akkor vállalkozó lettem, és rádöbbentem, hogy a helyi kisvállalkozók mennyire gyűlölnek. Egy 24 éves cseh. <laughs> Egy 24 éves cserpes, mosolygós, ambiciózus lányt, aki nagyot álmodott, csinált valamit, ami még előtte sosem volt a környéken, és a falu döbrögi urai fellázadtak. Cringing with she life. Ez egy ilyen visszatérő rovat lesz. Azt sem tetszett nekik, hogy szeretnek a vendégek, visszajárnak hozzánk, de nem csak ők, a vendégek közül is kaptam ferde tekinteteket, mintha csak azt mondták volna. Na, ennek az ostobalibának anyuci meg apuci seggel a vállalkozást, és most azt hiszi, hogy ő valaki. Istenem. Bárcsak így lett volna, mert se nem tették alá, bár ezt nem annyira bánom, se nem hiszem, hogy a mai napig, hogy több vagyok bárkinél. Hát azért várját csak, azért nem ez jön stílusból. Azt írják a hogy ezredesből, hogy műkörmös, amúgy én is gondoltam erre. Szóval, drága irigyeim, most hozzátok szólok biztos olvassátok ezt a magazint. Az a fajta ember vagyok, aki akkor is feláll, ha ellökik. Ha kirúgják a lábát, eltörik a bokáját, mert így neveltek, és megedzett az élet. Ó, édes Istenem! Csak aki egy hozzányi és basszon fejbe, úgyhogy elájulja. Az se baj, ha csak ne kelljen más hallgatnom. A vállalkozásom indítása az rengeteg bátorság kellett, kiléptem a komfortzónámból, minden emberek, mind anyagilag, és belevágtam az ismeretlenbe irigykívés helyett azt tanácsom, tegyetek így ti is, ha unjátok a szar életeteket. Gáci, irigyled a külsőmet? Az életemet? A vállalkozásomat? A munkámat? Tök jó. Mit látsz belőlem? Te csak azt látod, amit látni akarsz, mert elvakít az irigység. Járd végig az utamat. Éld meg a rosszat is. Ne csak a jót. Vagy ha szeretnéd, elmesélem, mennyi tragédiám mentem keresztül az elmúlt két évben. Hogy zavar, hogy ennek elején is mosolygok. <síns> <síns> Nem tudtam, hogy ez olyan jól lesz ez az cikk. Amikor irigyelsz valakit, sohasem az egész életét irigyeled, csupán néhány kedvező részletét. Megrettentél, hogy az egész életedet el kéne cserélni vele. Ez amúgy elég lett volna csak ezt írni, akkor is pontosan értettük, valami, hogy mit akar mondani. Sőt, talán jobban értettük volna, hogy mit akar mondani. Hát, ö... na, nem, nem lettem ö... irigyebb. Az az igazság, hogy én, 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 nagyon nehezen bírom ezeket a dolgokat, amikor valaki ilyen borzalmasan buta emberként megpróbál valami óriási igazságokat mondani. És most nem azt mondom, lehet, hogy amúgy ez a csaj nem buta, de amiket itt most leírt, ez a kurva nagy butaságok. És ez... Ön igazom, ezt egy én... pszichológusnak kéne kielemezni. Valószínűleg ez alapján, az egy cikk alapján olyan diagnózus lehetne felhúzni. Én azt tudom neki, hogy mélyedjen el ezekbe a gondolatokba, és egy kicsit gondolkozzon többet. Nehéz elmélyedni ezekben, nem? Nem túl mélye. Hát legalább itt tudod, a Balatonban is, hogyha ér, akkor is így be tudsz feküdni, ki. Én azt érzem ki ebből, hogy itt valaki olyan próbál nekünk elmondani valami óriási igazságot, aki a világból nem látott egy túl nagy részt, vagy legalábbis nem próbált meg felfogni egy Nem túl érted, nagy hogy részt. vállalkozása én, van? Én, én megértem amúgy, hogy neki vannak a saját életének tragédiái, amiket nagyon sajnálok, meg nyilván csomó olyan van benne, ami bárkinek tragédia lenne, nem tudhatjuk. És és biztos nem egyszerű az élete, én nem ezt akarom mondani, de az, hogy. De nem, az, hogy másnak semmú. Nem, nem sikerült túl mélyen megélnie ezeket a dolgokat, az nekem az jön le ebből a, a, a cikkből, mintha egy gyerek próbálna valamit leírni, még az iskolában, hogy tessék, akkor most mond, mondd el a, a legmélyebb üzenetedet a világnak, és akkor. Nyíregyeim! És mögé pedig ilyeneket ír le, hogy iszét, hogy fellázadtak a dögblögiek ott a faluban, baznak, hogy ő vállalkozik. Igen, el tudom képzelni, hogy így bement, a, amikor bemegy a kocsmába egy fiatal, és akkor, na, mi, mi van, Pistike? Hát ő a vállalkozó, hát a műcsoda. És milyen döbrögiek, akik megmondták a fideszes izén is a gyűlésen, hogy a katásznak a fiatalok. Izé. Pontosan ezek az, az ilyen szintű döbrögieket tudom elképzelni, és ezzel, hogy ilyen szintű emberekkel vállal föl csatározást az a lány, ez azt is jelenti, hogy akkor ő, ő ezen a szinten, őt így meg lehet érinteni. És hogyha neked egy izé, bungó az utcán azt mondja, hogy mit te ebből ész? <coughs> Találkoztam emberekkel, akik ilyen marketinggel foglalkoznak, és így megkérdezték, hogy jó, jó, ez jó, láttam a csatornát, megyeget, de amúgy mi, mivel mit dolgozom? Hát, mondom, már ennyi volt, és erre a hétre is ennyi voltunk. Csaba, gyere ide, te is köszönj Örülök, hogy itt voltál. Máskor vagy be is ül a Csaba. Én kicsit sajnálom, Csaba, hogy nem tévítettem. Csabát már ismerhetitek, már nem. volt fókuszcsoportban, és hat lépésben még többet nagyon szeretjük, úgyhogy máskor szívesen várjuk. Csabának gondolatai is vannak. Igen, úgyhogy a sílás cikkkel ellentétben. <laughs> nem, nagyon belehengeredett a saját gondolataiba, csak ennyi volt a probléma. Köszönjük az egész hetes figyelmet. Aki bármelyik részről lemaradt, az mindenképpen pótolja be, mert ezek borzalmasan izgalmas. Tele, tele vannak bölcsességgel, és iratkozzatok fel itt és a másik csatornán is, úgyhogy erre a hétre ennyik voltunk. Mi hétfőn újra itt leszünk. És ti itt lesztek?